Nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek, köszöntöm Önöket itt a Startban. Valószínűleg már mindannyian tudják, vagy a nézőink többsége tudja, hogy 4 nap múlva új időszámítás kezdődik Magyarországon, már pedig abból a szempontból, hogy be lehet már vezetni a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, és erről beszélgetünk első vendégemmel, Tuzson Bencével, a Fidesz frakció szóvivőjével. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ténylegesen bíznak ebben, hogy egy új időszámítás kezdődik, majd a gyakorlatban tényleg fel lehet majd tartóztatni Önök szerint a menekülteket a határnál? Valóban már tényleg a határnál? Tényleg új időszámítás fog elkezdődni, 3 szempontból is. Ugye a 3-as védelmi zónának kell létrejönnie, egyrészt egy műszaki határzárnak, ugye ennek az építése az folyamatban van, és annak a felgyorsítása is folyamatban van. A második az emberi erő, ezt is folyamatban van, ezt azért kell így mondanom, hogy folyamatban van, hiszen ennek egy részét elfogadtuk már a szabályozás tekintetében, mint országgyűlés. A másik része még az országgyűlés előtt van, hiszen az, hogy a honvédség is oda kerülhessen a határra, ez egy 2/3 jogszabály, és ugye 41 olyan országgyűlési képviselőnk volt a szocialista oldalról, illetve a bal oldalról, akik nem támogatták, hogy gyorsított eljárásban tárgyaljuk ezt. Tehát ez eltolódik egy jó pár héttel, viszont arra számítunk, hogy a következő országgyűlési ülésen ezt is meg tudjuk oldani, ezt a kérdést. Tehát ez az élő erő, mint védelmi zóna, és a harmadik pedig a jogi védelem, ami elsősorban abból adódik, hogy legutóbb elfogadtuk a különböző jogszabályokat, 10 jogszabály, tehát elég sok jogszabályt módosítottunk e tekintetben, ami azt jelenti, hogy most már olyan jogi feltételek is vannak, ami egyrészt egy gyorsított eljárást tesz lehetővé a menekültek tekintetében, másrészt a határőrizetének hatékonyságát idézi elő. Ennek megfelelően arra számítunk, hogy ténylegesen jobb lesz a helyzet a határon, és azt az elsődleges funkcióját, amit egy határnak be kell töltenie, tehát a szóba is benne van, hogy elhatárolja a területeket egymástól, hogy kontrollálni tudjuk azt, hogy ki lép be a határon, tudjuk azt, hogy aki belép, az milyen szándékkal jön be, ténylegesen menekült-e, vagy esetleg más szándékkal érkezik, ezek mind fontos feladatok, és ezeknek eleget kell tenni egy államnak, és arra számítunk, hogy az Európai Unió ezen belül ilyen formában Magyarország ennek a kötelezettségének eleget fog tudni tenni. Ezeket az alapelveket ugye nagyon sokat hallottuk már, amelyeket mostan is elmondott. Menjünk le a gyakorlat szintjére. Megjelenik egy menekült, nem a legális határátkelő helyen akar bejönni Magyarországra. Ezt meglátja a katona, vagy a későbbiekben a rendőr. Mit történik ilyenkor, ha ő át akar mászni a kerítésen, mint ahogy eddig is átmászott? Térjünk vissza oda, hogy egy tájékoztatás az nagyon fontos, és a tájékoztatási kampány az folyik is Szerbiában, szórólapok tekintetében is, ami azt jelenti, hogy tájékoztatni kell ezeket az embereket, hogy más szabályok lesznek Magyarországon 15-től, mint most. Ez az első lépés ebben a kérdésben, hiszen tudni kell az embereknek azt, hogyha odajönnek a határhoz és megpróbálnak átmászni ezen a kerítésen, és átjutnak mondjuk ezen a kerítésen, akkor bűncselekményt követnek el. Ez visszafordíthatja őket, több ezer kilométer van a lábukban, életveszélyes körülmények között jöttek adott esetben. Egy büntető eljárás, ez mindig visszatartó erő, és ez üzenet egyébként az embercsempészeknek is, hiszen nem arról van itt szó, most is látjuk, hogy mindig folyamatosan változnak az útvonalak, annak megfelelően, hogy éppen hogy alakul a helyzet. A mostani elkészült akadály is már tereli az embereket, és nem a településeken van a nyomás, hanem elsősorban ott, ahol a vasút átjön, tehát igazából ott áll a rendőr, ott átsétálnak az emberek, és onnantól kezdve indul az eljárás. Tehát van egy terelő hatás, ez az embercsempészeknek szól, és hogyha megnehezítjük a belépést Magyarországra, akkor nyilván ezeket az útvonalakat nem erre fogják szervezni. Ez egy fontos hatás lesz, hiszen ezek az emberek abban gondolkodnak, ezek a bűnözői csoportok, hogy hol könnyű, hol vannak a gyenge pontok, hol könnyű átjutni a határon. Ez egy fontos lépés lesz. Tehát abban bíznak, hogy már a menekültek önszántukból kerülnek majd nem az illegális határszakaszon jönnek át, hanem legális határátlépésre. De tételezzük fel, hogy ezek a pontok. Bocsánat, mert ugye nem teljesen úgy néz ki a dolog, hogy határátkelő helyek vannak, hanem ebben a sávban lesznek olyan pontok, ahol ugye kérelmüket eleve leadhatják. Tehát lesznek olyan konténeres pontok, ahol beadhatják magát a kérelmet, és ahol beadták a kérelmet, akkor elindulott az eljárás. Tehát mielőtt átlépnék a kerítést, azelőtt még lesznek ilyen pontok már a magyar oldalon, abban a sávban. Jó, segítsen nekem akkor ezt a részét megérteni. A szerdai napon például 3300 menekült érkezett Magyarországra, ebből egyébként 3000 a zöld határon, tehát illegális határátlépő. Igen. Ugye azt tudjuk, hogy felgyorsítják a menedék kérelmeknek az elbírálását, maximum 14 nap lesz. Na most, ha azzal számolunk, hogy érkezik napi 3000 ember, ne tartson 14 napig az elbírálás, csak 10 napig. Az 30 000 ember. Tehát adott esetben
a kerítésnél, a határnál felgyűlik 30 ezer ember, akiket hogy lehet visszatartani, ha ők nem akarják megérteni, hogy 10-14 napig ott kell lenniük? Ugye, szét kell bontanunk az eljárásokat e tekintetben, mert ez úgy néz ki, hogy benyújtja valaki a kérelmét, akkor vannak ennek a kérelmnek úgynevezett elsődleges elutasítási okai, tehát már a kérelmet befogadni sem lehet bizonyos esetekben. Erre vonatkozólag van egy rövidebb határidő, ennek az államigazgatási eljárási ideje az 8 napos lesz, tehát benyújtja a kérelmét, és 8 nap alatt el kell ezt bírálni. Ugye magyar területen van, és az már egy technikai kérdés, hogy az ő ellátása elvileg hol történik meg. Ő nem léphet be ettől önmagától a magyar ország területére, tehát nem mozoghat szabadon. A kerítés már Magyarország területén van. Így van, de nem mozoghat szabadon az unió területén, hogyha ez az uniós szabály is, egészen addig, amíg a kérelmét be nem fogadták. De jó, a kérelem befogadásig szabadon, valamilyen formában lehet látni. A kerítésnél ott állnak teljesen, vagy nem teljesen mindegy, de mondjuk azt, hogy 4000 ember, vagy 30 ezer ember. Van, itt egy nemzetközi együttműködés. Hogy tartanak ott rendet? Igen, tehát egy nemzetközi együttműködésre van e tekintetben szükség, ezért tárgyalt a belügyminiszter úr is a szerb belügyminiszterrel annak érdekében, hogy Szerbia is vegye ki ebből a részét, ebből a feladatból, hogyha ott több ezer ember gyűlik fel. Nem tudjuk egyébként, hogy mennyien fognak jönni. Nem tudjuk azt, hogy ennek mi lesz a hatása. Ez ma mostani helyzetben teljes egészében kiszámíthatatlan. Arra számítunk, vagy arra azt szeretnénk, hogyha kevesebben jönnének ennek következtében. Meg fogják előbb-utóbb érteni, hogy nem olyan egyszerű most már átmenni a magyar határon, tehát nem arról van szó, hogy egyszerűen csak a zöld határon át lehet sétálni, hanem ez egy ténylegesen védett határ lesz, megadva azok a pontok, ahol egyébként be lehet nyújtani ezeket a kérelmeket. De azért az fontos megjegyezni, hogy a jogi véledelemnek az is része, hogy aki biztonságos harmadik országból érkezik meg, az nem kaphat menedéket Magyarországon. Tehát ez azt jelenti, hogy aki Szerbia felől érkezik, mindenkit automatikusan visszaküldenek Szerbiába? Nem automatikusan, tehát van egy olyan elsődleges elutasítási ok, amiről beszéltem, hogy ha Szerbiából érkezik meg, akkor a kérelmét el fogják utasítani első körben, hiszen tehát biztonságos ez azt jelenti, harmadik országból. Aki Szerbia felől érkezik, azt visszaküldik. Igen, tehát biztonságos harmadik országból, de ennek ez egy vélelem, ez egy megdönthető vélelem, tehát ha a bírósághoz fordul, akkor ugye bebizonyíthatja, hogy őt Szerbiában is üldözték. De azért a helyzet az, hogy valaki elindul mondjuk Szíriából, amennyiben Szíriából jön, mert ugye nagyon sokan most szíriainak mondják magukat, de nem tudjuk igazából, senki nem tudja, hogy ezek az emberek honnan érkeznek. Az átmegy Törökországban, a nemzetközi jog alapján Törökországban már védelemben lesz, hiszen elsődlegesen egy olyan országból menekült, ahol egyébként őt üldözték. De nemzetközi jogi szempontból sem üldözött már, tehát nem menekült a következő biztonságos országban, és azt követő országban, hiszen utána már a jobb élet reményében megy, mert jobban szeretne élni. Természetesen mindannyian jobban szeretnénk élni, ez hogyha azt a több tízezer embert, aki felgyűlik a határnál, 99%-uk Szerbia felől érkezik, gyakorlatilag mindenkit megpróbálnak majd visszatoloncolni. És tételezzük fel, úgy fogalmazok inkább, hogy el fogják utasítani a kérelmüket. Igen, jó, rendben, leegyszerűsítettem. Tételezzük fel, hogy a rendőrök, a katonák elkezdenek majd gumibotokat használni, elkezdenek majd könnygázt használni, nem tartanak attól, hogy olyan jelenetek alakulnak majd ki, ami miatt az egész világ Magyarországán nem fordul, holott eddig sem nagyon voltak mellettünk. Többféle szempontot kell tekintetbe figyelembe menni, és azért nem biztos, hogy egyre előre kell rohanni ebben a kérdésben. Tehát több szempont érvényesül. Egyrészt az, hogy az is egy elvárás Magyarországban szemben. Háromféle elvárás van. Az egyik az, hogy a Schengeni egyezményt tartsa be és őrizze a határokat. A másik a Dublini egyezmény, hogy a Dublini egyezmény szerint járjon el, és annak megfelelően adjon menedékkérelmet. A harmadik pedig ugye a Genfi egyezmény és a Genfi egyezménybe foglalt szabályok. Tehát ezt a három szabályt Magyarország teljes egészében be fogja tartani. A Schengeni határok védelme eddig is fontos volt, mindenképpen be akartuk tartani, mindenki érti, hogy ez fontos. Ennek ellenére, amikor megpróbáltuk betartani, akkor azért a nemzetközi visszhang az nem volt mellettünk. Talán azért, mert következetlen volt a kormány. Tehát egyik nap engedte a menekülteket továbbmenni, másik nap ezrek voltak a keleti pályaudvarnál. Ugye, voltak válsághelyzetek, vagy válságos pillanatok, amikor a németek is és az osztrákok is másként reagáltak. De azért az elvárás az folyamatosan Angela Merkel részéről is megfogalmazódik, hogy Magyarország tartsa be ezeket a szabályokat, és be is akarjuk tartani, nem csak Magyarországnak. Jó lenne, hogyha betartaná a többi Európai Uniós ország is, nem alakulnak ilyen helyzet, ha Görögország betartaná, hogyha Olaszország betartaná ezeket a szabályokat. A spanyolok igyekeznek egyébként a maguk módján betartani ezeket a szabályokat. Hogyha Görögország például betartaná ezeket a szabályokat, akkor nálunk nem alakulna ilyen helyzet ki, hiszen azok az emberek, akik hozzánk jönnek, azok
nagyon nagy többségében már beléptek egyszer az Európai Unióba, Görögországnál, tehát ott kéne ezeket a szabályokat érvényesíteni és betartani. Tehát magyarul a teljes unió hangsúlyozza, hogy mennyire fontos a schengeni határoknak a védelme, de például Görögország egyáltalán nem tartja be ezeket a szabályokat. Mi erőnek erejével, akár bármilyen balhé, konfliktus, nemzetközi felháborodás ellenére is be fogjuk ezeket tartani. Azt kell megnézni, hogy mi az érdekünk. Ugye az érdekünk az, hogy a schengeni övezet azért felmaradjon. Hogyha nem tartjuk be mi magunk sem ezeket a szabályokat, akkor nem fog fönnmaradni hosszú távon a schengeni övezet, hiszen abban az esetben, ahogy most láttuk például Dániában, hogy Dánia, amikor érzékelte magát a problémát, akkor hirtelen lezárta a saját határait, még az autópályákat is lezárta, és vonatok sem közlekedtek Németország és Dánia között. Azt hiszem, ez nem cél, hogy az Európai Unió ebbe az irányba menjen el, mert tulajdonképpen azt tudjuk mondani, hogy abban a pillanatban ott már a schengeni övezet abban az időszakban nem működött. Hogyha ez így megy tovább, akkor az egész övezet fel fog bomlani. Ezért nekünk határozott álláspontunk nemzetközi szinten is, és ebben egyébként egyetértünk a visegrádi országokkal, hogy ezeket a szabályokat be kell tartani. Mi ugye a visegrádi országokban, akik valamikor a keleti blokkhoz tartoztunk, pontosan tudjuk, hogy mit jelent az, amikor az országok között strikt merev határok vannak, és nem lehet szabadon közlekedni az országok között. Ezért is van az, hogy egyet is értünk ezekben az alapvető kérdésekben. Egyet értünk abban, hogy a gazdasági bevándorlás az nem jó, tehát mindenáron mindenkit nem kell befogadni, és azonos állásponton vagyunk az Európai Unióban. Reméljük, hogy az Európai Uniónak ezt az álláspont, ez tetszeni fog egy idő után, és a többi ország is el fogja ezt az álláspontot fogadni, mert nagyon fontos lenne az, hogy határozottan az Európai Unió egységesen ebben a kérdésben kiállna. Egy nagyon rövid utolsó kérdés, és gyors választ kérek szépen. Nem féljen attól az első ponton, amikor a rendőröknek, a katonáknak megparancsolják a határon, hogy erővel lépjenek fel, hiszen eddig a rendőrök nagyon humánusak voltak, adott esetben a jogszabályokat sem mindig tartották be szigorúan, humánusan együttműködtek a menekültekkel. Fél az első ilyen ponton, amikor erővel fognak belépni, mert azt hiszem, hogy ez megkérdőjelezhetetlen, hogy lesz ilyen pont. Ez nem félelem kérdése, ez annak a kérdése, hogy be akarjuk-e tartani a szabályokat, vagy nem. Az a fontos e tekintetben, hogy a rendőrség mindig a szabályoknak megfelelően járjon el, és soha se lépje túl azokat a szabályokat. A rendőrségi törvény, ami egyébként a katonákra is fog vonatkozni a tekintetben, az pontosan meghatározza azt, hogy milyen esetben milyen eszközöket használhatnak, addig mehetnek el, amíg a törvényességnek a határa, és ezt egyáltalán nem léphetik túl. Köszönöm, hogy itt volt ma reggel. Maradtak még kérdéseink szeptember 15-e után, és feltesszük, és reméljük, hogy továbbra is kapunk válaszokat. Állok rendelkezésre. Köszönöm, köszönöm szépen.